Szerintem az innovációnak mindig az az alapja, hogy valami olyasmit próbálunk ki a vállalkozásunkban vagy a piacunkon, aminek a végkimenetében nem vagyunk biztosak. Tehát nálam onnan kezdődik az innováció, hogy merünk kipróbálni valamit, aminek a sikerében nem tudunk előre biztosak lenni. Úgyhogy az innovációnál onnan indul, hogy van egy olyan csapatom, egy olyan szervezetem, ami mer kipróbálni új dolgokat, és ahol merik ezt a kockázatot vállalni. Úgyhogy én azt szeretem, hogyha egy cégnél először is megteremtjük a hibázás kultúráját. Tehát ha elfogadhatóvá tesszük azt, hogy nem minden kísérlet lesz sikeres. Ha ez megvan, akkor tovább léphetünk oda, hogy hogy tudjuk azt a szemléletet megváltoztatni, hogy nem mindent tökéletesre és véglegesre csinálunk, de hogy tudunk inkább egy olyan szemléletet bevinni, amiben tudatosan kísérleteket hajtunk végre. Azaz, és ez nem feltétlenül csak a termék lehet, ez nem feltétlenül csak technológia lehet, hanem akár belső folyamatokban, vagy belső működésben is megjelenhet az innováció. Hogy tudjuk azt elérni, hogy a csapataink merjenek kísérletezni? Hogy rendszeresen legyen egy kísérlet listájuk, amiket végig próbálnak. Ezután szerintem az is fontos, hogy felhatalmazzuk a csapatainkat. Azaz egy-egy ilyen kísérlethez, egy-egy próbálkozáshoz ne kelljen mindig az Atya Úristen jóváhagyása is. Azaz megpróbáljuk levinni ezeket a döntéseket csapatszintre. Ezután pedig az fontos, hogy meg is teremtsük nekik azokat az eszközöket, amivel ezeket a kísérleteket végrehajtják. Ha mindez megvan, akkor utolsó lépésben már csak egy dolgunk van, hogy ezeknek a kísérleteknek a tanulságait le tudjuk vonni, és utána a teljes szervezetnek ezt be tudjuk mutatni. Azaz, amit egy-egy kísérletből tanulunk, és a legtöbb esetben ez mindig egy fájó tanulság lesz, mert a kísérleteink többsége az nem fog bejönni elsőre, amit ebből tanultunk, az hogy tudjuk minél többekkel megosztani, és hogy lesz nem ciki részt venni egy kísérletben, végigvinni azt, és annak a tanulságait elmondani a teljes szervezet számára. Ha ezt az öt lépést be tudjuk tartani, akkor biztos, hogy egy innovatívabb szervezetet építünk a cégünkből. A műsor támogatója a K&H, a cápák között versenyzőinek pénzügyi mentora.